Üdvözlöm! A blokkok maszkolásával foglalkozó minisorozat második részében. Az első részben létrehoztunk egy maszkot, amely kitakarja ezt a vonalat, és akkor így ugye a feliratok, az ábrák nem lesznek áthúzva ezzel a már meglévő vonallal, és ugye amikor arrébb húzzuk, akkor ez ugyanúgy működik, és nem kell külön-külön a vonalakat megszakítani. Ennél a megoldásnál látszik a maszknak a színe, és esetleg nem mindenki szeretné ezt látni. Most egy olyan módszert mutatok be, amikor a maszk színe olyan, mint a rajzterületünknek a háttérszíne. Hát először is meg kell néznünk, hogy milyen ez a háttérszín. Ehhez jöjjünk át ide a beállításokhoz, és itt a beállításoknál a képernyő fülnél megnyitva a színeket, itt lehet látni mindjárt az elsőnél, hogy milyen a hátterünknek a színe. Hát természetesen vannak, akik más háttérszínt használnak, nekik azt a színkódot kell majd használni a későbbiek során. Hát ez most egy alapértelmezett AutoCAD, itt ez a háttérszín. Tehát 33-40-48. Alkalmazzuk és bezárjuk, rendben van, és még egy teendőnk van. Most létre kell hoznunk egy új fóliát, és legyen a fóliának a neve például az, hogy maszk. Rendben van, és itt a színnél jelöljük ezt ki, majd ezt követően a TrueColor fülnél írjuk be azt a színcsoport kódot, amely ott meg volt adva, tehát 33, 40 és 48. Oké, rendben van. És így a fóliához most rendeltünk egy színt. Ezt be is lehet zárni, és most nézzük meg, hogy miképpen kell ezt beállítani. Most itt kiválasztom, hogy egy ellipszist szeretnék készíteni. Itt kiválasztom az ellipszisnek a tengelyét, így rendben is van. A következő lépés a sraffozás, és itt a sraffozást beállítom, bár itt a sraffozási mintánál célszerű a szolidot választani, akkor így szebben jelenik meg, és itt a beállításoknál, ugyanúgy, mint az első résznél, a szigetkeresés figyelmen kívül hagyását választjuk, akkor így ez meg fog jelenni. A következő lépés, ugyanúgy megtehetjük, hogy a megjelenítési sorrendnél a sraffozást legalábbra küldjük, majd ezt követően kiválasztva ismét a sraffozást, jobb tekergomb, és például a gyors tulajdonságoknál válasszuk ki, hogy ezt a sraffozást áttesszük egy másik fóliára, arra a fóliára, amit már létrehoztunk, tehát a maszk nevű fóliára, és ezzel ezt be is zárhatjuk, és most már lehet látni, hogy a rácsvonalak le vannak takarva, és itt a mi rajzunk már úgy jelenik meg, ahogy mi szeretnénk. Most a következő lépés, hogy ebből készítünk egy blokkot, tehát blokk létrehozása, itt kiválasztom a nevet, hogy ez legyen például a minta 3-as blokk, az objektumokat kiválasztom, ezek az objektumok legyenek, Enter, oké, és most már elhelyezhetjük ezt a blokkot a vonalon, tehát kiválasztva így, és ide felhozom, és lehet látni, hogy ugyanúgy működik, mint az első, csak most a háttérszín pontosan olyan, mint a rajzterületünk színe, és hogyha F7-tel kikapcsolom a hálót, akkor lehet látni, hogy pontosan háttérszínű a maszkunk. Tehát most visszakapcsolom, hogy lássuk a különbséget. Most viszont meg kell néznünk, hogy miképpen működik a nyomtatás. Nézzünk szürke árnyalatba egy előnézetet, hát azt látjuk, hogy itt ez így jelenik meg. Hát ez nem a legjobb, és itt nem is lehet kiválasztani a szerkesztésnél más színt, csak azokat a színeket, amik itt vannak, ugye 255-ig, tehát ezért ez itt nem jöhet szóba, más kell tennünk, mégpedig nem akarom most kinyomtatni, mégpedig ide át kell jönnünk erre a részre, és mielőtt nyomtatni akarunk, akkor ezt a színt átállítjuk,
tehát itt kijelölöm, és a színindexnél megkeresem, ami már be lett állítva. A 142-es volt beállítva, ezt kiválasztom, majd OK. Tehát most a 142-es szín van itt. Ezt lezárom, meg is jelent ez a kék háttér, és most már, hogyha nyomtatni szeretnénk, ellenőrzet, akkor ez már megfelelően beállítódott. És a monokrómnál nézzük meg, akkor mi történik, itt is megfelelően működik. Miután kinyomtattuk, akkor visszatérhetünk ide erre a részre, és ismételten ezt a színkódot vissza tudjuk állítani. Itt a TrueColornál a 33, 40 és 48-ra, majd ezt követően OK, rendben van, ezt be is zárhatjuk, és íme visszakaptuk az eredeti színt. Természetesen ez így egy kicsit macerás, hiszen oda-vissza kell váltogatnunk a színeket, és nem is biztos, hogyha a rajzunkat továbbadják, akkor ez így fog működni, tehát nem mindenki hajlandó ezekre a váltogatásokra, hát akkor célszerű talán ezt alkalmazni, mert hogyha például ezeket a blokkokat kiírjuk, tehát tegyük is meg, hogy blokk kiírása, akkor ha beolvassuk egy új rajzba, akkor már ott megfelelően fog megjelenni, tehát itt a minta 3-at én most itt ebbe a könyvtárba, minta 3 mentés, OK, és most abban az esetben, hogyha kérek egy új rajz indítását, tehát egy újjal kezdünk rajz, itt már az AutoCAD tanfolyam során készítettünk saját sablont, azzal indítok, és itt az új rajzba készítek egy vonalat, illetve hát több vonalat, majd ezt követően bekérem a blokkot, megnyitás, OK, és ezt a blokkot elhelyezem ezen a területen, hát már most lehet látni, hogy takar, és hogyha ráhelyezem erre a vonalra, akkor itt megfelelően működik, és ugye a blokk hozza magával a saját fóliáját, és most nyomtatni szeretnénk, akkor egyszerűen, ha már beállított szint kiválasztjuk, 142-es, rendben van, ezután nyomtathatunk is, legutóbbi nyomtatást kérem, tehát most monokróm van beállítva, és így megfelelően kinyomtatódik a blokkunk. És ugyanúgy, mint eddig, hogyha vissza szeretnénk állítani, tehát itt a rajzterületen ez ne jelenjen meg, akkor a TrueColor beállításnál beírjuk, hogy 33, 40 és 48-as. OK. Majd bezárjuk a fólia lapot, és íme megfelelően működik ez itt a rajzterületünkön. Hát ez lett volna a minisorozatnak a második része, és még tudjuk folytatni még egy módszerrel.